Szám szerint én Kismányokon az idén elkészült székelyházhoz érkeznek énekelve a csobánok karácsony után. Szállásról kérdezkedik minden embert ural. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Lesznek szívesek a székely betlemeseket befogadni? Befogadjuk! A csobánolás a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokások egyike a bukovinai székelyeknek a csobánokról, vagyis hegyi pásztorokról elnevezett betlehemes játéka. A csobánolást a Bukovinában eltöltött másfél évszázad, azután a rövid bácskai tartózkodás alatt végül 1945 után Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye településein is megtartotta a közösség. Dicsértessék Krisztus az magosságekben! Ki kegyelmeteket kapta egészséggel, tartson és marasszon vég nélkül örömben. Mi nem azért jöttünk, hogy itt históriázzunk, vagy valami tréfás játékot indítsunk, hanem egy fertányit mulatni akarunk. Midőn a Krisztusról egy példát mutassunk, hogy mire született, jászolba tétetett, három pásztoroktól ajándék vitetett, melyen Krisztus anyja igen örvendezett. Szent Józsefnek itten szállás nem adatik, sehol a városba be nem fogadtatik, hanem a királytól most elébb küldetik. Egészsége gazdag, nyisd meg az ajtódon, merezbé megszűkül, te jó akaródon. E világ urának éltető dajkáját, mert az utazásba igen megfáradó. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének hagyományőrző csoportja az idén alakult, ők adják elő a betlehemes játékot. Maga a csobányolást, hál a jó Istennek, most Kassán voltunk például, ahol be tudtuk mutatni, ott egy nemzetközi betlehemes találkozó keretén belül, illetve Jánokon, ugye Kassától egy pár kilométerre, valamint most voltunk Gencsapátiba, ahol ugyanúgy hasonlóan nagy örömünkre be tudtuk mutatni, az is egy nemzetközi, hiszen Erdélyből is voltak csoportok, meg különböző helyekre, úgyhogy öröm volt, hogy be tudtuk mutatni. Egy szózatot hallék, mostan az ajtóban. Mi legyen az oka, bizonyan nem tudom. Jelen vagy a szolgám? Jelen vagyok, uram, parancsolatára! Parancsolom, szolgám, lásd meg sietséggel, kizörget ajtónkon, így nagy bátor szívvel. Ugye a bukovinai székelyek azok vallásos emberek voltak, és tulajdonképpen bemutatják azt egyszerű emberként, hogy ünnepelték, hogy tisztelték meg a kis Jézust, és hogy fogadták be a pásztorok maguknak a lelkükbe. Hát ez egy nagyon régi időkre visszanyúló történet végül is, amit a bukovinai székelyek, ugye egész Erdélyben, tulajdonképpen Székelyföldön is különböző módon történt ez a fajta tisztelet, de a bukovinai székelyeknél különösen megmaradt arhaikusan. Ó, mit látnék, mit hallék, nem tudom, ördöge vagy angyal, kinéke megjelenik. Azt csak nem hihetem, hogy a kis Jézuska született volna. Inkább leteszem a fejem a buszékra, s alszok, míg a hajnalcsillag feltetszik az égre. De te pásztor, dalszom a városba, mert ott fetszik Jézus, azt ő a szénába. Pásztorok, eljünk maga a csobányolást mindig karácsony után, karácsony és vízkereszt között szokták, tehát ez azt jelentette, hogy ugye akkor járták a falut,
és ez egyértelmű, tehát akkor fehér nép ugye ott körülötte nem nagyon volt, tehát ugye hiszen úgy történt az egész, hogy elindultak alszeg, felszeg, és hát egy hétig járták ugye, és hol csűrökbe, ahova befogadták őket, és így inkább, tehát az angyal is, a Jézuska is, illetve a Szűz Mária is fiú jelenítette meg. Úgyhogy sajnos a fehér népek ugyan a háznál, ugye, akik voltak az énekekben, besegítettek, de amúgy a maga a pásztorjátékot, hiszen csobányolás ugye mai nap is úgy nevezik a pásztorokat kint Erdélyben, ugye a csobánok, na most tulajdonképpen pásztorjáték, hogyha lefordítjuk. Ó, én édes kicsi Jézuskám, hát én néked mivel tudjak kedveskedni? Én néked báránykát, bogláros szíjúcskát, elféléket nem adhatok, hanem egy szép, kerek kis sajtocskát, ne csak be szépet adok. Érlek vagy jó nevén, amelyet adhatok. Adjál teljes pajtás. Ó, én édes kicsi Jézuskám, hát én mivel tudjak neked kedveskedni? Én neked sajtot, ordát, bogláros szíjúcskát, efféléket nem adhatok, mert még apámnak se volt, hanem egy szép fekete báránkát, ezt csak beszépet adok. Hallod, kedves jópajtások! Kedves furujások! Mivel az új király, most az egyszer, végörömmel, ennek a született kicsi Jézuskának, ennek a kedvéért járjunk egy szép táncot. Járjunk, fújjad te muzsikás, mert egy big muzsika megér három portúra, kiski bocskorának talpát föltől ne sajnáljuk. Mára a csobánolás a népcsoport összetartozásának szimbólumává vált. A betlehemes játék vallásos jellege, adománygyűjtő és szórakoztató szerepe mellett korunkban főként a bukovinai székelységhez való tartozás kifejezése, a hagyományok éltetése a célja.